Szávoddal földben, szent magyaroknak tiszta lelkét nézed, érdemét idézed. István királynak szíve gazdagságát, Szent Imre tisztaságát, László királynak vitéz lovagságát, ó, ha csak ezt látnád, Szent Erzsébetből hős szeretet árad, Margit Imályi ezek elbeszállnak. Minket hiába, Uram, ne sirasson, áldott boldog asszony. Ránk bűnösökre minden verés ráfér, de édes hazánkért, hadd legyünk mink is tiszták hősök szentek, hazánkat így ments meg. Hadd legyünk mink is tiszták hősök szentek, hazánkat így ments meg. Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Köszöntelek mindannyiótokat itt a templomban is, interneten keresztül is. Azért énekeltük az Árpádházi szenteknek a szent himnuszát vagy énekét, mert a mai napon két Árpádházi szentünk is van. Egyik Árpádházi Szent Margit, másik Árpádházi Szent Piroska. Árpádházi Szent Margit egyébként a magyar lányoknak is a fővédő szentje, tehát különösképpen gondolok rátok a misében lányokra, akiket Margitnak ajánlok ebben a misében. Jó sok szándékunk is van a mai napra. Születésnapját ünneplő Júlia, Zsombor és Lilike, Magdikának lelki gyógyulásáért, Beának és Beának lelki gyógyulásáért, üzleti vállalkozás sikeréért, Tomanek Péter és Koszorú Péter atyákért, Henrik atya gyógyulásáért, Ákos atya lelkéért, Jácint a nővérért, a Bene családért, betegekért, értetek, akik itt vagytok a templomban, ismételten lehetne mondani, végtelen soron át mindannyiótokat, mi Úrunk Istenünknek ajánlak, így van, ebben a szent misében, ennek a két erős szentnek a közbenjárása által is. Méltó módon tudjunk egymásért imádkozni, az Úrra figyelni, elcsendesedni, hátra hagyni a napnak minden nyűgét, baját. Nézzünk önmagunkba és bánjunk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Uram, irgalmazz!
Uram, hírgonosz! Uram, hírgonosz! Krisztus, kegyelmez! Krisztus, kegyelmez! Krisztus, kegyelmez! Uram, hírgonosz! Uram, hírgonosz! Uram, hírgonosz! Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged. Hálát adunk néked, nagy dicsőségedért. Urunk és Istenünk, mennyei király, mindenható Atya Isten, Urunk Jézus Krisztus, egyszülött fiú, Urunk és Istenünk, Isten báránya, az Atyának fia. Te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Te elveszed a világ bűneit, hallgasd meg könyörgésünket. Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk, mert egyedül Te vagy a Szent, Te vagy az Úr, Te vagy az egyetlen fölség, Jézus Krisztus, a Szent Lélekkel együtt, az Atya Isten dicsőségében. Amen. Könyörögjünk. Istenünk szüzesség kedvelője és védelmezője, Árpádházi Szent Margit, a te kegyelmedből fonta egybe a szűz élet szépségét a jó cselekedetek érdemeivel. Engedd kérünk, hogy üdvösséges bánattal visszaszerezzük mi is lelkünk tisztaságát, a mi Úrunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből. Testvérei, aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék. Mert nem az a megbízható, aki önmagát ajánlja, hanem akit az Isten ajánl. Bárcsak eltűnnétek részéről is egy kis oktalanságot, sőt, viseljetek el engem is. Én ugyanis Isten szeretetének féltékenységével féltelek titeket, mert eljegyeztelek benneteket egy férfival, hogy mint tiszta szüzeket vezessenek el Krisztushoz benneteket. Ez az Isten igéje. Isten tegyen hálát! Íme jön a vőlegény, menjetek az Úr Krisztus elé. Íme jön a vőlegény, menjetek az Úr Krisztus elé. Halljad, leányom, és figyelj szavamra, felejtsd el népedet és atyád házát. Szépségedet kívánja a király, mert ő a te urad hódolj előtte. Íme jön a vőlegény, menjetek az Úr Krisztus elé. Belül a királylány csupa szépség, arannyal van átszőve ruhája. Színpompás ruhában vezetik a királyhoz, szüzek követik és barátnői kísérik útját.
Íme jön a vőlegény, menjetek az Úr Krisztus elé. Újongó örömmel vonulnak, bevonulnak a király házába. Atyáid helyett fiaid lesznek, az egész földön fejedelmekké teszed őket. Íme jön a vőlegény, menjetek az Úr Krisztus elé. Alleluja! Akit ura ébren talált, és amikor megérkezett az Úr, bement vele a mennyegzőre. Alleluja, alleluja, alleluja. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak. Mennyek országa olyan, mint a 10 szűz, akik vették lámpásaikat, kimentek a vőlegény elé, 5 közülük bolgák voltak, 5 pedig okosak. Bolgák fogták a lámpásukat, de olajat nem vittek magukkal. Az okosak azonban a korsóikba olajat is vittek lámpásaikhoz. Késett a vőlegény, és ők mind elálmosodtak és elaludtak. Az éjszaka közepén egyszerre csak kiáltás hangzott, íme a vőlegény, menjetek eléje. Erre a szüzek mindnyájan fölébredtek, felszívották lámpásaikat. A bolgák kérték az okosokat, adjatok az olajotokból, mert lámpásaink kialvóban vannak. Az okosok ezt válaszolták, nem lehet. Nehogy nekünk is, és nektek is kevés legyen. Inkább menjetek el a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. Amíg azok vásárolni mentek, megérkezett a vőlegény. Akik készek voltak, bementek vele a mennyegzőre, az ajtó pedig bezárult. Később megérkezett a többi szűz is. Így szóltak. Uram, uram, nyisd nekünk ajtót! De ő így válaszolt, bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Vírasszatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát. Ezek az evangélium igény, áldunk téged, Krisztus! Elég érdekes az evangélium szüzekolajával kapcsolatban, hogy ki hogyan tud és mit adni, és ki hova menjen, kereskedőkhez, meg ilyesmi. Közben megjön ugye a vőlegény, és csak azok tudnak bejutni, akiknek volt tartalék. Ez így a rövid vázlata az evangéliumnak. Ezt az egészet indirekt módon beleoltanám Szent Piroskának és Szent Margitnak az életébe, ha megengeditek, és arról beszélnék, és ennek kapcsán kérnék nektek közbenjárást, hogy egyetlen egy dolgot, egy nagyon erős dolgot erősítsen a szívetekben, hogy amikor itt a vőlegény, akkor be tudjatok menni vele a mennyegzőre. Ez a mai misének a célja. Árpádházi Szent Piroska Szent László királyunknak a lánya. 1088-ban születik, és házassági okokból hozzámegy a bizánci császárhoz, az ő felesége lesz. Helytállásának az a lényege, hogy hivatali pozícióban, császárnéként áll helyt. Tehát nem olyan módon szentapáca és vezeklő életet folytató lány, mint Margit, de mindent megtesz, amit csak tud, és elsősorban ebben is Isten ügyét szemlélve magyar hatása az, hogy nagyon békés volt, nem csak a házasság miatt ilyenkor a két ország kapcsolata, sőt más birodalmak között is békített, mindig fogadva magyar követeket, anyanyelven szólva segítette a zarándokokat.
óriási tisztelete van a bizánci birodalomban, biztosan ismeritek, Hagia Szófia székesegyházat Isztambulba, régebbi nevén Konstantinápoly, vagy pedig, ha úgy vesszük, Konstantinopolis, tehát a kelet egyházának legnagyobb bazilikájában, Hagia Szófia azt jelenti, hogy isteni bölcsesség egyébként, és Jézus Krisztus a fő pátrónusa ennek a templomnak. Ott megtalálható az ő mozaikja mind a mai napig. Középen van Krisztusnak a mozaikja, és mellette látható Piroskának is a mozaikja. Ez a Kemál pasáig, ez a nagy keresztény bazilika, ugye hát később Konstantinápoly lett, vagy később Isztambul lett belőle, török mecsetként működött, majd múzeum lett belőle, és a festék rétegek, ahol láthatóvá vált a Krisztus pantokrátor ikon, és Piroskának az ábrázolása is. És most nemrégiben történt egy esemény, a Erdogán miniszterelnök visszaállította a rituális funkcióját a, hogyan mondjam, bazilikánknak, vagy pedig mecsetnek, és hála Istennek azért Piroskáikat nem beszelték le újra, de beterítették egy kendővel, most nem lehet látni az ő arcukat a templomban, de tudjuk, hogy ott vannak mögötte. És ennek azért van egy nagyon erős, hát nem csak szimbolikus, hanem teljes értéke, hogy Krisztus mellett Piroska imádkozik azért, hogy legyen megtérés ezen a földön is. Egészen biztos vagyok benne, tudjátok, hogy az ortodoxiában mekkora jelentősége van a képábrázolásnak. Tehát Piroska folytatja a művét, egyébként minden Piroska nevű és Margit nevű testvéremért is föl szeretném ajánlani ezt a szentmisét, és értetek is, imádkozunk most. Margitnak nagyobb a tisztelete jóval. Margitnak nagyobb a tisztelete. Margit akkor fogan meg, amikor betörnek a tatárok Magyarországra. Negyedik Béla királyunknak a lánya is, Laszkíris, görög császárnak, pontosabban ő az apai nagyapa, anyai nagyapa, Laszkíris Máriának a leánya, és nagyon-nagyon veszélyes a helyzet az országban, menekülnek. Dalmáciába megy a királyi pár, és azt hiszük, hogy vége Magyarországnak, amit itt felépítettek 200-250 év alatt, az teljesen veszni látszik. Negyedik Béla egy isteni sugallattól vezérelve felajánlja születendő lányát, Margitot, hogyha megmenekül az ország, akkor őt Istennek ajánlja, és ekkor a pár éve Európában jelenlévő domonkos rend, tehát 10-20 éve van jelen a domonkos rend egyáltalán a világban, a Veszprémi apátság domonkos kolostorába bízza a 4 éves lányt. Ez mai szemmel elég furi. Mi az, hogy valaki egy 4 éves kislányt berak egy kolostorba, hol lesz annak a fejlődése, mind pszichésen, mind lelkileg, mind egyebek. És ezt látták a szülők, csak ki akarok erre térni, ez egyértelműen kiderül a Margit élettörténetének a leírásából, hogy Margitnak tetszik, szereti azt, amiben a szülei beletették. Ők voltak az indító motor. Honnan következtetünk erre? Nem csak azért, mert viszonylag későn, 1943-ban avatják szentté egyébként, hanem 12 éves korában az édesapja által a mostani Margit szigeten, Nyulak szigetén nekiépített kolostorba örök fogadalmat tesz. És folyamatosan tartja a kapcsolatot a szüleivel, Máriával és negyedik Bélával is. És ráadásul több ponton tudná azt mondani, hogy anyuka, apuka, köszönöm szépen, hogy engem az Istennek ajánlottatok, de ez nem az én kenyerem, én nem akarok apáca lenni, miért kényszerítenétek rám ilyesmit. Két házassági ajánlat is jön, szintén a kornak szokásainak megfelelően, Az egyik a lengyel királytól, a másik meg Otokár cseh királytól. És Margit tudatosan mind a kettőt visszautasítja. És nem azért, mert nem tetszik neki a lengyel király vagy a cseh király. Nem erről van szó. Ez is kiderül. Otokárral találkozik is. A cseh királlyal.
és van közöttük szimpátia, arra is van jel, de azt mondja Margit, hogy én megszerettem és fogadalmat tettem az Úrnak, ebben akarok kitartani, és ha még egyszer visszajön Otokár, akár levágom az orromat, hogy ne tetszek neki. Tehát elég radikálisan hangzik a dolog, de lehet érezni, hogy nem az van mögötte, hogy ő kényszerből tartózkodik a kolostorba és vállalja ezt a nagyon kemény életformát. Meg is kérdezik ott a nővér társa, hát Margit, te bolond vagy? Hát nem akarsz innen a kemény imádságból, kemény munkából ismét a rangodnak megfelelően boldogságban, fényben, dicsőségben királyné lenni? És akkor ezt mondja a társaknak, mit tud nekem adni Otokár? Koronát, birodalmat, aranyat és dicsőséget, de mi lesz azután? Az összes nagy szenteknél ez a csodálatos, hogy valahogy túl néznek ezeken a kereteken, és azt mondja a nővértársaknak, szerintem ez nem kétkedés, hanem belső meggyőződésnek az eredménye, vagy sok imának az eredménye, hogy nekem örök dicsőséget ígért az én valóságos jegyesem. Ott, a mennyben, mellette, soha el nem fogyó fényben, és örökké tartó életben. Eddig ez mind nagyon szép, de egy 12 éves kislány mondja ezt, mondom. 12 éves, itt a minisztrások között nincs is 12, most közöttünk, mert 17, igen. Fiúk meg olyan 7-8-ak lehetnek, ők itt vannak mögöttem, körülbelül életkorban. Mi lehetett Margitnak a titka? Én nem fogom tudni nektek ezt megmondani, de eléggé szíven üt. Azt érzem, hogy ő 12 éves korára nagyon érett valaki. Itt sehogy nem lehet ebből a dologból kimozdítani. 28 évesen meg is hal. Tehát nem él sokat ezen a földön. Én magam is idősebb vagyok nála, nem beszélve rólatok, akik itt vagytok a templomba. És bár itt a gyerekek között vannak fiatalabbak, akik lehet, hogy éppen annyi idősek, mint Margit. Hogyan lehet őt idehozni magunknak? Én azt mondom nektek, hogy lehet sok mindenfélét követni, életcélokat, vállalkozásokat, dolgokat, de mind-mind-mind lépcsőfok, vagy pedig útállomások lehetnek pusztán. Mert a végső célom, vagy célotok, mondom nektek is az, hogy az Úrnál legyetek ebbe az örök dicsőségbe. Hittanúrán Lukács evangéliuma került elő, nem ez a rész, amit most olvastunk fel itt a Bibliából, hanem az aggodalmaskodásról szóló rész, hogy ne aggodalmaskodjatok a világ dolgai miatt. Vegyetek példát a hollókról, Isten táplálja őket. Vegyetek példát a répnek a fűvéről. Salamon dicsősége teljességében sem volt úgy felöltözve, mint egy ezek közül. Ne aggodalmaskodjatok azon, hogy mit esztek, vagy mit isztok. Hát a ti mennyei atyátok gondoskodik rólatok. Egyik kislány felkiáltott, és azt mondta, Zoltán atya, akkor te most azt mondod? De nem mondtam semmit, hozzá szeretném tenni. Tehát nem hagyd el a számomat szó. Hogyha mondjuk szeretnék egy kemény munkával elért életben sikeres lenni, és boldog családanya lenni, akkor az butaság, meg az Istennek ez nem tetszik. Valamit megérzett az evangéliumnak a hívásából, és valamit pedzegetett, amit Szent Margit tud. Abszolút lehet valaki kemény munkával elért eredményeinek az élvezője, mondjuk. De akkor, és csak akkor, hogyha ez egy lépcsőfok, vagy pedig egy állomás afelé, hogy a mennyei örök otthonba jusson el.
Ha pusztán azért akarok kiteljesedni, pusztán azért akarok királylány lenni, hogy korona legyen a fejemben és hatalmas műveket hagyjak hátra, akkor megette a fene. De nekem királylánynyá kell lennem és hatalmas műveket kell létrehoznom azért, hogy a mennyek országába jussak és mások is oda jussanak, akkor legyél két királylány vagy három. Tehát Margitnak a motivációját kezdem én lassan ízlelgetni, érteni. És ez mindenre áll. Minden tettetekre, vállalkozásotokra. Bármik lehettek, tanuljatok sok nyelvet, képezzétek magatokat, legyetek nagy művészek, minden, de akkor és csak akkor, ha ez tovább visz titeket, elsősorban titeket és ennek kapcsán másokat, az örök hazafelé. Addig ne akar magadnak kitűzni célul, hogy én boldog, sok gyermekes édesanya. Sikeres, feltaláló és tudós. Nyelveket beszélő professzor, világ összes kincsét felmutató művész, vagy bárki is legyek, önmagáért ne legyél ez. És Margit azt látta, és azért döntött ennyire radikálisan, de mondom, mert szerette, és tudta, és tetszett neki. Tehát nem arról van szó, hogy most ő görcsölt ezen, hogy jaj, én csak a vezetéseim által, nem. Hanem mert számára ez volt az eszköz. Kiskorától tudta, hogy ezért ajánlották föl, erre van ő kitalálva, ez az ő útja. A mai világnak egy nagyon érdekes rákfenéjét kapja el Margit. Egy nagyon érdekes pontján fogja meg a sztorit, a történetet. A kiteljesedésemnek, a képzéseimnek, az életemnek akkor van értelme, hogyha az örök életre vívő élet. Még ha el is értek hatalmas nagy eredményeket az életben, és tényleg ki lesz a Nobel-díjas tudós, de csak önmagáért volt az, nem fogod benne megtalálni a boldogságodat. A célt elérted kinkeservek árán, vér, izzadság és munka árán, de nem vitt tovább. Tehát valahogy a távlatot helyezzük ki, és annak a fényében lássunk mindent. Nem kell mindenkinek apácának lenni. Abszolút nem. Margitra se volt rákényszerítve. 12 évesen akarta ismétlen. 12 évesen akarta ezt a dolgot. De most, amikor benne vagytok munkában, tanulásban, ilyesmiben, és főleg a 10 évesekhez szólok, 10-20 évesekhez, akik az életük berendezése előtt állnak, és tudom, hogy már egy hete erről beszélek körülbelül, de ide mutatnak a nyilak, hogy erről kell szólni. Ezek legyenek a szempontjaitok. Hogy az Istennel való létem fényében akarom, vagy vágyában, céljában akarok bármit is betölteni és tevékenykedni. Magányos út lesz ez bizonyos szempontból, van az a film, hogy a hosszú távfutó magányossága. Mert egy idő után kikopnak mellőled a mesterek. Kikopik mellőled minden olyan tanácsadó, aki téged még dolgokban tudna segíteni, és elkezd kirajzolódni egy olyan arc, amit ismerünk a templomi ábrázolásainkból, de inkább máshonnan, valóban a lelkünk mélyéből, azt veszed észre, hogy a mesterrel kezdesz el beszélgetni. A Krisztussal. És valahogy ő hív kezdettől fogva, és látjátok, megint megérkeztünk az evangéliumhoz. Jön a bőlegény, megismerem az ő arcát, azért tevékenykedtem, hogy bemehessek a mennyegzőre. Nem önmagában, hogy világítson a lámpáson. Azért tettem mindent, hogy amikor ő ott van, és ajtót nyit, akkor bemehessek vele, és így már értitek, hogy miért voltak a bolgák. Náluk, ők is föl voltak öltözve, volt náluk mécses minden. De nem az Úrral való találkozás volt a céljuk. Elsősorban. Radikálisabb leszek. Testvéreknek az imája így hangzik manapság, amikor az ember imádkozik, és bocsánatot kérek, ez áll idősre, fiatalra, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, esetleg ez még elfér ez a mondat,
Legyen meg az én akaratom, itt a Földön, úgy a mennyben is. Állj mellém, Isten, a motivációim mellé, állj a sikereim mellé, állj az én életcéljaim mellé, állj az én értékeim mellé, a családom mellé, a gyerekeim mellé, minden mellé álljál. De hogy te mit akarsz, arra nekem nincsen érkezésem. Margit fordít. Mit akar az Úr, és annak az összefüggésébe állít mindent. Én prédikálhatok itt a világ végéig. De ha ma nem indultak el az úton, a mennyegzőn felé, vezető úton a lámpásaitokkal az Úr felé, Huszti Zoltán atya beengedi nem tud titeket, mert én magam is veletek megyek ezen az úton, és én is beszeretnék jutni a kapun. Margit és Piroska, akik ma imádkoztak velünk a mennyből, ezt segítsétek bennünk, hogy forduljon meg az agyunk tengelyesen a fejünkbe, a szívünkkel együtt. És az összes életcélunkat arra tegyük rá, amit ti meg tudtatok valósítani az életetekben, Margitnál extrán látványosan és tanúságtevő módon. Amen. Jó az Úrban bizakodni, jó az Úr, rá néz és bíz benne, jó az Úr. Jó az Úrban bizakodni, jó az Úr, rá néz és bíz benne, jó az Úr. Jó az Úrban bizakodni, jó az Úr, rám élj és bízz benne, jó az Úr. Jó az Úrban bizakodni, jó az Úr, rám élj és bízz benne, bizakodni, jó az Úr, rám élj és bízz benne, jó az Úr. Jó az Úrban bizakodni, jó az Úr, rám élj és bízz benne, jó. Így imádkozunk most, mai evangélium alapján, Margit és Piroskának közbenjárása által a mi Úrunk Istenünkhöz. Addulunk, hogy főpásztorainak, papjainak és hívő népednek minden áldozata engeszteljen téged bűneinkért. Kérünk téged, hallgass meg minket! Addulunk, hogy hitvalló életünkkel és buzgó imáinkkal segítsük országunk boldogulását. Kérünk téged, hallgass meg minket! Addulunk, hogy Szent Margit példáját követve szívesen teljesítsük mindennapi kötelességünket. Kérünk téged, hallgass meg minket! Addulunk, hogy ifjúságunk tisztelje és kövesse Szent Margit tiszta életének példáját. Kérünk téged, hallgass meg minket! Addulunk, hogy beteg testvéreink Szent Margit példájából erőt merítsenek érdemszerző szenvedésekhez. Kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk Istenünk, azért ünnepeljük a szenteket, mert bátrak. Ezt a bátorságot szabadíts fel mindannyiunkban, hogy ennek alapján éljünk, Krisztus, a mi Urunk által.
Várj és ne félj, az Úr jön már. Várj és ne félj, ő szépben várj. Várj és ne félj, az Úr jön már. Várj és ne félj, várj és ne félj, az Úr jön már. Várj és ne félj, ő szépen várj. Várj és ne félj, az Úr jön már. Így imádkozunk most együtt, testvérek, hogy közös áldozatunk kedves legyen a mi Urunk Istenünk színe előtt. Fogadj el az Úr kezünkből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára. Szent Margit életében kegyelmet csodás erejét ünnepeljük ma. Kérlek, érünk téged, Istenünk, hogy amint az ő szűz életét szívesen fogadtad, te épp kedved a miénkében is. Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek, méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Ő születésével újjáalkotta a régi embert, és szenvedésével minden bűnt eltörölt, majd feltámadásával megnyitotta az örök élet útját, és hozzád, Atyához az égbe szállva, kitárta a mennyország ajtaját. Mi ezért az angyalok és szentek kórusával együtt dicséretet himnuszát zengjük, és vég nélkül énekeljük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istenem. Dicsőséget betölti a mennyet és a földet, Hozsanna a magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében, Hozsanna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt. Árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt, vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kenyeret is, ismét hálát adott, odaadta tanítványainak és így szólt, vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kenyere, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka, halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föl támadásodat, amíg el nem jössz.
Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kenyerét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, az egész papsággal és hívő népeddel együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el ebből a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságot szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk mi is az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkel örökké. Itt van közöttünk Krisztus, mondjuk az ő imáját. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondod az apostolaidnak, békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Ne a vétkeinket nézd, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz, és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen közöttünk mindenkor. Engesztelődjünk ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Béke veletek. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét. Íme az Isten báránya. Íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus teste és vére őrizzen meg mindnyájunkat az örök életre. Amen. Elmondjuk most a testvérekkel a lelki áldozás imáját is. Uram, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Bár most nem tudlak itt, otthon, itt a templomban magamhoz venni, de jöjj legalább lelki módon a szívembe, és add meg azt a bátorságot, amit Szent Margitnak megadtál. Amen. Krisztus teste és vére, őrizzen meg mindnyájunkat az örök életre. Amen. Ízlel és lásd, ó, jó az Úr, ó, ízlel és lásd, hogy az Úr jó.
Én már abban is látok kitartást itt bennetek, akik itt vagytok a templomban, hogy itt ülünk a mínusz egy fokba, és kitartunk Szent Margit ünnepén. Kicsit legalább átérezzük, amit ott Margit a nyulak-szigeti kolostorba érezhetett, de tudjátok, hogy nem ez számít, hanem ami utána van. Gyorsan elmondjuk Víboros atyának az imáját is, hogy mielőbb múljon el a járvány. Mindenható Úrunk, Atyáink Istene, alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét. Adj a társadalmak vezetőinek éles látást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének. Segítség a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljuttatását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak. Adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősíts bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget betegembertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez. Bocsáss meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel vagy mulasztással követtünk el. Szent Háromság, egy Isten, irgalmaz nekünk. Összes magyar szentek és boldogok, kiemelten Szent Piroska és Margit, könyörögjetek érettünk. Boldogságos Csíksomlyói Mária, betegek gyógyítója, könyörög érettünk. Amen. Urunk Istenünk, Te Krisztussal erősítettél meg minket. Add, hogy Szent Margit példáját követve Jézus szenvedését hordozzuk halandó testünkben, és minden igyekezetünkkel csak hozzád ragaszkodjunk. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Hogy nektek szól, 14 éveseknek, ez a mai nap elsősorban, hogyha éreztek a szívetekben ilyen nagyon erős, radikális vágyat az Úrnak a követésére, és bár nem illik bele ebbe a képbe, ebbe a világba, higgyétek el, hogy helye van, és nagyon is szükség van rá, így fogadjuk az áldást. Az Úr legyen veletek! Boldogságos Szűz Mária és minden védő szentjeitek közben járására, ebbe a templomban kiemelt módon is, Szent Háromságos egy Isten különleges kegyelmi kiáradása által, az összes magyar szentek és boldogok, mai ünnepen kiemelten Árpádházi Szent Piroska és Árpádházi Szent Margit különleges kegyelmi kiáradása által, különleges közbenjárása által is, áldjon, őrizzen, oltalmazzon, erősítsen, gyógyítson, adjon nekünk bátorságot a mindenható Isten, Atya és Fiú és Szent Lélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békében.
Istennek legyen hála. Boldog asszony anyánk, régi nagy pátrónánk, nagy ínségben lévén, így szólít meg hazánk, Magyarországról, édes hazánkról, ne felejtkezz. Édes hazánkról, ne felejtkezzél el, szegény magyarokról. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a bűnök bajnak eloszlatni van hatalmad. Hol már